Azért ez durva, nem? Valaki megfigyel minket. Miről van szó? Ez több király lett. Ezt ki csinálta? Nem tudom, talán egy beépített ügynök. A szekrényemben találtam. Az is lehet, hogy valami szektás. Gondolod, hogy jobban rajzoltad portrékat róluk? Csak mondjuk ezt a kettőt véletlen elhagyta a privékért. Hello. Hello. Mit csinálsz itt ilyenkor? Hát semmit. Ráérek. Jó, de mi ez a hely? Ilyen, nem is tudom, lestrapált cuccok vannak itt, hogy szék, meg asztal, meg van szél. Kajaszagú szél. Glass. Ja. Ki ez? Az egyik szaktársam. Te rajzoltad? Hát találtuk. A szaktársaim szerint egy sátánista pap készíti őket. Szerintem csak embermániás. Embermániás? Vagy emberspecialista. Egy UFO. Ne neves. Tényleg. Képzeld el. Gyere már. Képzeld el, hogy jönnek az UFO-k, vagyis a Földön kívüliek, és valahogy kommunikációba akarnak kerülni velünk. Nem ismerik a nyelvünket, meg az írásunkat, akkor tuti, hogy rajzolni fognak. Érted? Rajz, kommunikáció. Mi is beszélgetünk róla. Ezt most komolyan mondod? Nem. Csak viccelt. Amúgy még nem is láttalak itt. Mert nem ide járok, csak bejöttem. Ja, mindig nálam szokott lenni. Hát ha. Megnézhetem? Aha. Jó, akkor én megyek. Szia! Szia! Thank you.
fogalmat fogok kérdezni a vizsgán, amit a média alkotmány határoz meg, és amit tudnunk kell. Az első ilyen a média szolgáltatás, amiről azt kell tudnunk, hogy önállóan és üzletszerűen végzett tevékenység. Az üzletszerűség ott van mögött a zárójelben, azt jelenti, hogy rendszeresen, nyereség elérése érdekében folytatom ezt a tevékenységet. Tehát rendszeresen, nyereség elérése érdekében folytatom.